És természetesen a hat döntős között már ott van a két finalistánk is. És aki bejut a fináléba, az a két versenyző, két fantasztikus énekes, nem csak egy világra szóló élménnyel gazdagszik, hiszen valaki megnyeri majd a Megasztárt, hanem egy világsztárral is együtt énekelhet egy színpadon. Ez a világsztár eddig világszerte 17 millió lemezt adott el, kétszer jelölték Grammy-díjra, és 12 platina kis lemezt tudhat magának. Tehát, hölgyeim és uraim, a Megasztár fináléjába érkezik majd Flo Rida, akivel a rajongók egyébként a Pannon Fesztiválon is találkozhatnak. Egész végig azon gondolkoztunk a kocsiban is, hogy vajon miről lehet szó. Idefelé, az úton már ötletelgettünk, de nem jutottunk egyről a kettőre. Akkor kiszálltunk a buszból, és megláttam ezt az egész komplexumot. Igazából ötletem sem volt, hogy mi lesz ez. Amikor meghallottam, hogy Flo Rida lesz a sztár vendég, igazából nem is nagyon akartam elhinni. Tehát durva, hogy egy ilyen világhírű előadó művész ellátogat hozzánk. Az elmúlt egy-két év legnagyobb parti slágereit Flo Rida jegyzi. Hihetetlen dolog lenne, hogy helyen lehetnék az az ember, aki mellett áll. Nagyon nagy dolog szerintem, hogy egy világsztárral énekelhetünk. Nem is gondoltam volna, hogy esetleg ilyen lehetőség is adódhat majd az életben. Az egyik kedvenc dalomat is feldolgozta, az sometimes I get a good feeling. Úgyhogy nagyon remélem, hogy találkozhatom vele.